aki Akinari. A sapka A hajdani papról, Kayyandról mondják, hogy már kora ifjúságában kész bölcs volt. Betéve tudta a zenvallás minden tételét. Később már csak vándorolt, amerre a felhők szálltak, és a víz folyt. A Mino tartománybeli Jótáj templomban végezte egyszer szokásos évi három hónapos elmélkedését. Mint mindig, akkor is vándorútját szakította meg. Az elmélkedés után hosszú őszi vándorlást tervezett az északi tartományokban. Már Simofusa úttalan útjait rotta, amikor egy este elérte Tomita határát, és a faluba betérve megállt egy jómódónak látszó ház előtt hogy szállást kérjen éjszakára. Égtelen lármára rémült kiáltozásra lett figyelmes. Meneküljünk, a szörnyeteg lejött a hegyekből, kiáltozták torkuk szokatából, a földekről hazatérő parasztok. Az asszonyok és a gyerekek hanyat homlok, menekültek. Hatalmas vasdoronggal a kezében előrohant a ház gazdája is, mely előtt Kályán áldogált. A gazda Kályánra pillantott, elnyőtt fekete ruhában egy vándor állt előtte, fején a papok kék sapkája volt, hátán batyulógott. Miért riadtak meg így tőlem az emberek? szólította meg Kályán a gazdát. Nem vezet gonosz szándék egyszerű vándorpap vagyok, csontá és bőrré soványodva az utak viszontagságaiban. Mondja meg az embereknek, hogy tőlem nem kell félniük. Kályán Jámbor szavaira a gazda eldobta a dorongot, és engesztelő mosolyjal így szólt. Azt hitték szörnyeteg, ezért fogadták ilyen méltatlanul. Szeretném, ha a tévedést éjszakai szállással és meleg vacsorával enyhíthetném. S ezzel betessékelte házába a papot, ahol már várt rájuk a vacsorára terített asztal. Különös történetet kell elmondanom. Kezdett beszélni vacsora közben a ház gazdája. Talán észrevette, a falu fölötti hegyen egy templom áll. Valaha híres papirend lakta. Főpapja ritka műveltségű, nagy hírben álló ember volt, akit messzi tartományokból is felkerestek, hogy tanácsát különböző dolgokban kikérve megajándékozzák ritka tömjénnel, gyertyákkal. Ő maga többször is járt a házamban. A múlt év tavaszán történt, hogy egyik útjáról magával hozott egy 12-13 éves fiúcskát rendkívül megszerethette a kedves gyermeket, mivel többször még papi teendőiről is elfeledkezett miatta. Tavasszal aztán a fiúcska megbetegedett, állapota egyre rosszabb lett, és mit sem használt már a kormányzó orvosának tudása. A fiú rövid időn belül meghalt. A pap mérhetetlen fájdalmat érezhetett, hiszen számára a legkedvesebbet veszítette el, azt érezhette, amit a kagyló, mikor kitépik belőle a gyöngyöt, amit a virág, mikor leszakítják szirmát. Könyv és panaszszó nélkül viselte el a csapást, de a fiúcska testét nem engedte eltemetni. Továbbra is úgy bánt vele, mintha élne. Fájdalma a tébolyba kergette. Enni kezdte a fiúcskát, csontjait csókolgatta. Amint a környezetében élő emberek tudomást szereztek az állapotáról, elmenekültek a templomból. Mióta magára maradt, minden éjjel leszáll a templomhegyről, bejön a faluba, hogy felássa a sírokat, és egyen a halottak húsából. A falut állandó rettegésben tartja. Többször hallottunk már különböző démonok acsarkodásáról, de még soha nem láttunk egyetlen egyet sem. Nem találkoztunk velük. Hát ezért volt a nagy rémület, amikor meglátták, hogy idegen áldogál a háza előtt. Káján így válaszolt. Valóban nagyon különös történet ez. Eddig csak a buthát nem ismerő, tudatlanokról hallottam, hogy esetenként gonoszszá válva garázdálkodnak. Vagy gondoljunk arra a csókori királyi ágyasra, aki kígyóvá változott, vagy ott van a Han anyja, aki szárnyas éjszakai démonná vált, vagy a gonosz lepkeként röpdöső Wu felesége. A kínai krónikák tele vannak hasonló történetekkel. Egy ilyen történet arról a papról szól, aki vándorlása során egy nyomorúságos parasztkunyhóban szállt meg éjszakára. Kőn vihar dühöngött, és nem jött állom a szemére. Arra lett figyelmes, hogy egy birka kerülgeti a fekhelyét. Botjával az állatra ütött, azaira a házbeli öregasszony rohant elő, égő gyertyával. A világosságnál látták, a földön eszméletlenül fekszik, az asszony menye. Az öreg asszony könyörögni kezdett, ne bántsa a pap az asszonyt. Azon az éjszakán már nem is történt más. A pap nagy sokára ismét arra a vidékre vetődött, és betért a faluba, ahol a gonosz birkával találkozott. A határban nyüzsögtek az emberek, az egyik risföldön gyülekeztek. Kérdezősködésére megtudta, hogy éppen egy rontó szellemmé vált asszonyt földelnek el. Mekkora volt a csodálkozás, mikor megtudták, hogy ez a nő ugyanaz volt, akit a birkába bújt gonosz megrontott azon a viharos éjszakán. Általában, folytatta Kályán, majd mindig nők válnak gonoszá, démonokká. Talán sajátosan visszataszító természetükben kell keresnünk ennek az okát. Egyetlen egy férfiról hallottam csak, hogy a gonosz megrontotta. A szójkorban történt, hogy Jang egyik hivatalnokáról elterjedt a hír. Apró gyermekek húsán él. Igaz, már előzőleg is hírhet volt elvetemültségéről. Ám az ő esete alapvetően más, mint a falu papjának históriája, akit talán nem a rontás szelleme vezérel, hanem a kifürkészhetetlen, rejtelmes sors. Annál inkább sajnálni hogy ezt a kitűnő papot egy kisfiúval való találkozás ennyire megtéboította, hiszen, mint ember is, kiváló volt, ismerte az őszinteséget, az igaz szeretetet és ragaszkodást. Az ő példája csak arra szolgálhat, hogy bebizonyosodjék. Ha az ember túlságosan gyengéd, még a démonok is erőt vehetnek rajta, míg, ha megkeményíti magát, szenté válik. Szeretném a vacsorát és a szállást azzal meghálálni, hogy a megtébolyodott papot visszatérítem az igaz útra, fejezte be szavait Kályán. A házigazdát meghatották Kályán szavai. Ha valóban megtenné, már itt a földön túlvilági boldogságban élnénk és könnyekre fakadt. Aztán nyugovóra tértek. Kályán csak sejtette a késői órát, mivel a faluban sem harang, sem kajdlókűrt, nem jelezte az időt. A szörnyetek temploma már-már már a felismerhetetlenségig elvadult állapotban volt. A bejáratot vad indák nőtték be, s a szentély butha szobrait, pókhálók fonták át, meg át. A legszentebb helyet fecskék piszkat akarta. Káján másnap alkonyattájt ért fel a templomhoz. Megrázta csengős papi botját, s bekiabált a kapun. Halljátok-e, éjszakára kér szállást egy vándorpap. Addig-addig zörgött és kiabált, míg az ajtóban megjelent a szörnyeteg. A templom hajdani főpapja, s kelletlen hangon így szólt. Teljesen egyedül élek itt, s amint kívülről is láthatja, ember nem lakik e falak között. Semmiféle vándor nem kapít egyetlen tár is sem, s nem is alhat itt. Csak azt ajánlhatom, addig térjen vissza a faluba, amíg nem késő. Minó tartományából jövök, és ósú felé vezet utam. Válaszolt Kályán. A völgyben nagy gyönyörűségem telt a hegyekben, a patakokban, Svándorbotom hozott fel ide a templomhoz. Sötétedés előtt már nem érhetnék le a faluba, és fáradt is vagyok. Engedjen hát itt éjszakázni. Ha mindenképpen akarja, maradjon, de tőlem aztán ne várjon vendéglátást. Válaszolt a démon pap. Kályán belépett a templomba, és letelepedett a pap mellé. Többet nem szóltak egymáshoz. Később a démon eltűnt, lefeküdt. Kályán a sötétben csak a sebes folyású hegyi patak zúgására figyelhetett, hiszen még gyertyát sem vitt magával. Éjféltájban aztán feljött a hold, és Kályán eresze alá is bevilágított. Ekkor vad dobogással elővágtatott a démon. Össze-vissza futkosott, és reket, dörgő hangon ordította. Átkozott pap, Két kezemmel téplek szét, átkozott. Mint közelebb és közelebb került Kályánhoz, s már körülötte futkosott. Aztán kinyargalt a kertbe, majd a szentélyben futkosott körül, s néhány óra múltán kimerülten összerogyott. Amikor a nap előbukkant a hegyek mögül, látta, hogy Kályán mozdulatlanul ül ugyanazon a helyen, ahová este letelepedett. A démon föltápászkodott, és egy oszlophoz vánszorgott. Hüledezve bámolta a számára érthetetlen, csodának tetsző kájánt. Miért csodálkozik rajtam? – szólt Káján. – Ha éhes, tépjen szét, és egyen a húsomból. – Egész éjszaka ott ült, ugyanazon a helyen – kérdezte a démon pap kétségbeesetten. – Itt ültem lehet, hogy megáltalkodott vagyok, és gonosz, hiszen emberi hússal éltem. De szent emberrel még nem találkoztam, akinek így megkegyelmeztem volna. Azt hiszem, az élő buthával állok szemben. Igaz, nem vehettem észre, hogy szent embert bocsátok be, hiszen már annyira elvetemült vagyok. És szomorúan lehajtotta fejét. Hallottam szerencsétlen sorsodról, a falu beliek beszélték el. Elhatároztam, megmentem életedet, hogy folytathast, ahol az emberit abba hagytad. Ehhez tudnom kell, szintén, akarod-e, szellempap. Mint földi butha, űzi ki belőlem a gonoszt, s tisztíts meg. Felelt a pap. Káján ekkor a paphoz lépett, és egy kerek lapra ültette aztán fejére tette saját kék sapkáját, és elmondta egy híres kínai pap két sorosát, hogy a megszállott fejtse meg értelmét. Holdfényben csillog, szélrázza a fenyőt. A tiszta ég hosszú éj. Mond, mire való. Próbáld megfejteni e két sor értelmét. Én türelmesen várok. Ha sikerül megértened, kitárulnak előtted butha útjai. Káján ezzel otthagyta a démontól megszállott papot, s folytatta vándorútját, hanem a falubeliek továbbra is messzire elkerülték a templomhegyet, mert bár a démon nem szállt le többé éjszakánként, az emberek mégsem voltak bizonyosak benne, hogy elpusztult. Talán egy év is eltelt. Kályán ősszel visszatért, és ugyanabban a módos házban szállt meg éjszakára, ahol annak idején. Kályán kérdezősködésére így számolt be a ház gazdája. Megmentette a falut. Mióta nálunk járt, mindenki nyugalomban él. Nem kell tartani a gonosz démon éjszakai látogatásaitól. Senki nem merészkedett még fel a templomhoz, de azt hiszük, azóta már elpusztult a gonosz. Ha a démonpap lelki üdvének megmentésére fel akar menni a hegyre, mi szívesen elkísérnénk. Felmegyek. Meg kell tudnom, mi történt a gonosz démonnal. Valószínűnek tartom, hogy emberi életének erényei javára szolgáltak csak, amennyiben elpusztult s ha így lenne, nálam mindenképpen tiszteletre méltóbb. amennyiben mégis élne, úgy fogok vele bánni, ahogy a mester a tanítványjal. Amint megbírat, Kályán és kísérete felment a hegyre. Még az odavezető utat is befette már a gaz, hiszen senki nem mert erre járni. Felérve a templomkertbe, őszi virágok hullatták harmad könnyeiket. A templomot roskatagabb állapotban találták, mint valaha is volt. Kályán aztán megkereste a helyet, ahová a démon papot ültette. Csak egy csont és egy hajcsomó árny ingott a kő fölött, és kísérteties hangon ismét elgette egyre. fényben tó, csillog, szélrázza a fenyőt. A tiszta ég, hosszú éj, mond, mire való. Felej, mire való? kérdezte Kályán, és felemelve papipálcáját, az árnyék fejére sújtott vele. Erre az árnyék úgy eltűnt, ahogy a jég tűnik el a tűző napon, csak a kék sapka és néhány csont akadt fel az indák között. Kályánt aztán a falubeliek ott tartották a templomban, nem engedték tovább vándorolni. Ő építette a templomot, és híre messzi földeket bejárt.